A napokban megérkezett Püspökladányváros önkormányzatához a Margaréta bölcsőde működési engedélye, ami azt jelenti, hogy a jövőben 48 kisgyermek töltheti mindennapjait a megújult és modern intézményi környezetben. A régóta várt hírről Tóth Lajos polgármester tájékoztatta televíziónkat. Örömteli eseményre tudok beszámolni. 2016-os projekt álmok kezdete óta jutottunk el odáig, hogy a működési engedély megérkezett, valójában használatba vehető az épület, és ez, ahogy a képeken lehet látni, meg is történt a mai nappal. A bölcsőde bővítés, valamint a napfényóvoda felújításának története egészen 2016-ra nyúlik vissza. Az elmúlt években számos nehézséget kellett leküzdeni az önkormányzatnak, de az sosem volt opció, hogy ne valósuljon meg a projekt. Idézte fel az eseményeket a polgármester. Talán a legjobb jelző, hogy kalandos, 19-ig nem ismerem a részleteket, azután viszont, illetve akkori állapotokat tekintve többször újra kell gondolni a projektet, vagy a forrás oldal, vagy a műszaki tartalom miatt. A korábbi elképzeléseket újra kellett gondolni, több körben megtörtént ennek a műszaki és egyéb területeken történő áttekintése. Több beszerzési eljárást megélt, mire a tavalyi évben fizikailag megvalósult, és tulajdonképpen mondhatni, hogy egyéb nehézségek még a tényleges hirdetés után is adódtak. Lényeg a lényeg, hogy most a használatbevételi engedélyet, a működési engedély is megérkezett. Innestől kezdve örömmel számolhatok be arról, hogy a korábbi 29 fővel működő bölcsődénk immár 48 fősre bővülhet. Galgóczi Négyányi Edit, a Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény főigazgatója elmondta, a növekvő gyermeklét számokán mindenképpen indokolt volt a kapacitásbővítés. Végre már elkészült a két új csoportszobánk, nagyon indokolt volt, évek óta várólista van a bölcsödében, úgyhogy remélem, hogy ezzel most már ki tudjuk elégíteni a igényeket. A bölcsödében a jelentkezés egész évben folyamatos, és akkor folyamatosan vesszük fel a gyerekeket, akik ismételten jelentkeznek a bölcsödevezetőnél lehet a jelentkezéseket beadni. A projektet közel 250 millió forint Európai Uniós visszanemtérítendő támogatás segítségével valósította meg az önkormányzat, amelyet önerővel is szükséges volt kiegészíteni. Ez egy topos pályázatunk volt, 2016-17-ben megálmodott projekt, annak a támogatási igényéből valósult meg, illetve természetesen a többszöri műszaki tartalom módosulás, illetve a időközben egyéb változások miatt ezt több esetben kellett módosítani. Tulajdonképpen nagy vonalakban a akkori támogatási összeg, illetve ehhez kapcsolódóan egyéb igények alapján fogjuk tudni a teljes bekörülés összeget elszámolni. Az önkormányzat tavaly további 4,5 millió forint saját forrást fordított arra, hogy a meglévő csoportszobákba is új bútorzat és játékok kerülhessenek. A főigazgató elmondta, jelenleg kiváló szakmai és tárgyi feltételek mellett működhet a bölcsőde. 4 csoportszobában 48 fővel működik a bölcsőde, a tárgyi feltételeink minden szakmai követelménynek megfelelnek, az régebbi csoportszobákban is teljesen új bútorok vannak, tehát próbáltuk úgy, hogy minden csoportszobában azonos feltételek legyenek meg a gyerekek számára. 2 kisgyermeknevelővel és 1 fél dajka állással nőtt a dolgozói létszámunk. A kisgyermekek megfelelő körülmények között történő ellátása mellett a projekt legfőbb célja az volt, hogy segítse a fiatal anyukák visszatérését a munkaerőpiacra. Emelte ki Tóth Lajos. Püspökladányban és máshol is egyre nagyobb igény van a bölcsődei szolgáltatás bővítésére. Nyilvánvalóan a fiatal anyukák számára akkor nyílik lehetőség a mi hamarabbi munkaállása, hogyha a gyermekek számára megfelelő színvonalú bölcsődés szolgáltatást tud nyújtani. Eddig ez bizonyos korlátot jelentett a városban. Én nagyon örülök annak, hogy a létszám így emelkedett, és ezáltal a fiatal anyukák számára lehetőség van a munkaerőpiacra mi hamarabb visszatérni.
A polgármester hangsúlyozta, hogy ennek a projektnek a lezárásával gyakorlatilag az összes 2016-os projekt megvalósult, ezzel pedig Püspökladányváros önkormányzata teljesítette azt a 2019-es vállalását, mely szerint az összes folyamatban lévő pályázatot befejezi. Korábban megállom a projektek utolsó lemez, amely most a tényleges átadás fázisába került. 2019-ben a mostani képviselőtestület hivatalba lépésekor a topos pályázataink, hát finoman fogalmazva, megvalósítási fázisban voltak. Ezek közül néhányan úgy valósítottuk meg, hogy a korábbi tervek alapján igyekeztünk azokat a tartalmakat megvalósítani. Volt néhány, amelyeket újra kellett tervezni. Ez a projekt, a Kossuth utcai kerékpár útépítés is mondhatnám, ezek az újra tervezés utáni tartalmakkal került megvalósításra. Igen, mondhatom, hogy ez a topos projektek között, ami 16-17-ben kerültek benyújtásra, az utolsó, ami megvalósult. Mondhatni, talán ez a legnehezebb, ennek a története a legkalandosabb, de lényeg, hogy megvalósulhatott és használva vehetik a gyerekek ezt a megújult, korszerű, gondolom, hogy minden igény kielégítő épületet. Tóth Lajos polgármester mindenkinek megköszönte a munkáját, aki az évek során hozzájárult a pályázatok, azon belül is ennek a projektnek a sikeres megvalósításához. A munka gyümölcse pedig beérett. Az előttünk álló években több száz kisgyermek kezdheti el a közösségi életét a most megújult modern környezetben.